koronavírus járvány második hulláma miatt bevezetett szigorú szabályok nem tették lehetővé a rendezvények megtartását szabad téren sem. Így az önkormányzatoknak is el kellett gondolkodniuk, hogy milyen formában emlékeznek meg az ünnepvárás folyamatáról. Az adventi időszakban ugyanis sok település állít fel Betlehemet, adventi vásárt szerveznek és színes kis műsorokat szoktak összeállítani a helyi óvodások és iskolások is. A történelmi egyházak képviselőinek közreműködésével pedig minden hétvégén meggyújtják a soron következő gyertyát az adventi koszorún. Szikszón a gyertyagyújtás szerves része, hogy a templomi kórusok karácsonyi énekekkel készülnek az eseményre, és eddig nem maradhatott el az élő Betlehem sem. A jelenlegi helyzetben azonban Szikszó testülete úgy döntött, hogy csupán szűk körben, élő közvetítés formájában készülnek az ünnepvárásra, így az egyházak képviselői gyújtották meg a gyertyákat, amelyet az interneten nézhettek meg az érdeklődők. Az ünnepere készülődve azt tudjuk, hogy Szikszón hála Istennek három erős közösség van a felekezeteket illetően, akik most mind otthon csörögnek a tévé előtt, és most már a második olyan szombaton voltak otthon, amikor a televízión keresztül tudták követni a gyertyagyújtást. Itt szeretném megköszönni a három helyi egyházi vezetőnknek azt, hogy attól függetlenül, hogy most az idei évben egészen más formában kell megtartanunk a gyertyagyújtásunkat, ők ebben partnerek voltak, és első szóra azt mondták, hogy természetesen attól függetlenül, hogy ez most részvétük nélkül megy majd csak, de hogy mindenképpen meg fogjuk ezt tartani. Sok változás van. Ugye a legfontosabb változás az, hogy itt 8-an, maximum 10-en lehettünk a főtéren ma este is. Leginkább amiatt voltunk ennyien, hogy nyilván az ember felelősségtudatból van itt, hogy minden rendben legyen, illetve mindenki, akinek a munkája van benne. Biztos asszony, Esperes úr és Porokus úrunk kívül úgy voltunk itt. Ami nekem személy szerint a legfájdalmasabb az az, hogy akkor még nem polgármesterként, és szerintem még csak nem is képviselőként, hanem 2009-ben, úgy emlékszem, 2009-ben volt az első olyan gyertyagyújtásunk, amikor mi itt néhány, akkor még fiatal ember azt gondolta, hogy próbál azzal közösséget szervezni, hogy a gyertyagyújtásoknak a végén forralt borral, teával vártuk az itt résztvevőket, és akkor mindenki megállt, hogy picit beszélgettünk, és ez működött, és ez 10 éven keresztül így ment. Most éljük meg azt, hogy mennyire nagy hiányérzet lehet az emberben, ha valami közbeszól. És amikor itt beszéltek az egyházfők a Jézus születéséről, a megváltó érkezéséről, a várakozásról, annak a születéséről, hogy akkor most ebben a várakozásban benne van az a várakozás is, ami most itt a vírus végét érintő várakozás, tehát nyilván ez egy jóval profánabb, és nem egy vallási párhuzam volt, de mindenkiben benne van az a várakozás most már, ami nyomja a lelkeket, ezt vagy kimondjuk, vagy nem, de biztos vagyok benne, hogy mindenkinek a lelkét nyomja ez a nagyon régi nélkülözése a közösségi életnek, a normál kerékvágásban zajló mindennapjainknak, és ezt látjuk most, hogy amikor itt voltunk korábban, és beszélgethettünk, nem tudtuk azt sem, hogy mondjuk lesznek olyanok, akikkel már az idejében nem is találkozhatunk, mert már nincsenek közöttünk, szóval minden alkalomkor itt lehetünk, akkor azt gondolom, hogy ez fontos, és bízom benne, hogy jövőre újra itt lehetünk együtt, hiszen nem tudjuk, hogy melyik találkozásunk az utolsó, vagy mikor tudunk egyáltalán ilyen rendezvényt szervezni. Ongán szűk körben gyújtották meg a gyertyákat az adventi koszorún, de bárki meglátogathatta a kiállított koszorút és a Betlehemet az ünnepvárás időszakában. Az advent az várakozás, várjuk az Úr Jézusnak a megszületését. És igazából véve ez egy olyan ünnep, meg olyan ünnepi időszak, amit senki nem vehet el tőlünk. Ez mindig fényes marad, és mindig tele lesz szeretettel. Most egy kicsit másképpen ünnepelünk, egy kicsit másképpen várakozunk, másképpen készülődünk, talán sokan úgy érzik, hogy sok minden elvesznek tőlünk, azáltal, hogy a vírus miatt most sem lehetünk itt olyan szép nagy tömegben, mint ahogy az előző esztendőben is a gyertyát gyújtottuk, még emlékszem rá, hogy milyen szépen énekeltünk, imádkoztunk itt együtt az ongai emberekkel. Most ez nincs meg, de a karácsonynak az ünnepi légköre, a fényessége, az megmarad mindenképpen, mert az az embernek a szívében van. És az Úr Jézusnak az eljövetele, az ezzel járó szeretet, én úgy gondolom, ezt nem lehet elvenni senkitől. Úgyhogy bennünk is van, és így várjuk az Úr Jézusnak a megszületését. A jelenlegi vírus helyzetre való tekintettel nagyon szűk körben gyújtjuk meg az adventi gyertyákat, és ezt az elektronikus médiában tesszük közzé, egy jó kívánsággal, egy szép idézettel együttvéve, mindazonáltal ebből az alkalomból is a település lakóinak és mindenkinek, aki ezt a riportot nézi, áldott szeretetteljes adventet kívánok.
Hernádkak településen a történelmi egyházak képviselői mellett a község polgármestere és egy meghívott vendég gyújtotta meg a hit, a remény, az öröm és a szeretet lángját. Egy elég nehéz időszakot élünk, úgy gondoltuk, hogy nem szeretnénk a lakosságot, nem is azt mondom, hogy ünnepség nélkül, de valamilyen formában az adventi időszakról való megemlékezést tartottuk fontosnak, és ennek a legegyszerűbb módja ugye a modern technika, hogy online formában közvetítsük az ünnepi üzeneteinket feléjük. Minden hétvégén igyekszünk szűk körben ugye megtartani a gyertyagyújtásokat. Segítséget hívtam ugye az egyház részéről, tehát a katolikus és a református egyházak képviseletében a helyi atya, illetve református lelkipásztor szolgál, illetve egy vendéget hívtunk, minden alkalommal más-más az, aki meggyújtja a gyertyát. A advent első vasárnapján a gyertyát Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsodabói Zemplén megyei közgyűlés elnöke gyújtotta meg, advent második vasárnapján pedig dr. Kondzsófi országgyűlési képviselő érkezik hozzánk.